Jobban kellett volna akarni gólt lőni, szerintem. Így a helyzetek alapján sajnáljuk, hogy nem sikerült megszerezni Balajca Szabi óriási tővédet itt a végén, és nekünk pedig be kellett volna egyet gyömöszölni. Nem sikerült, viszont éppen a mérkőzés előtt való nyilatkozatomból, hogy annyira nem vagyunk elkesedve, független attól, hogy itt nagyon nagy helyzeteink voltak a végén. Szépen menni kell tovább, és nem kell itt elégedetlenek lenni. Point for each team is a real result for both. Az első fél időben, nem mondása szerint, hát irányítottuk a játékot, azonban nem tudtunk túl sok helyzetet kialakítani, mégis azért volt egy-két olyan szituáció, amelyből veszélyesebb helyzetet tudtunk kialakítani, gól azonban nem született. Nekem ez csalódás most ilyen pillanatban. Nagyon szeretünk volna nyerni, meg kellett is volna, de most ennyire futott a. Király Gabi persze nagyon-nagyon fontos pozíciót foglal el mind a pályán kívül, úgyhogy független attól, hogy most is ugye nem kellett neki olyan parádésan védeni, olyan mint éppen a Balajca Szabinak, de maga a puszta jelenléte, ahogy ő egy-két szóval irányítja a közvetlen védelmet, például egy fiatal angyal, Zsoltot, vagy éppen egy Jalgodics Márkot, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Én azt gondolom, az első fél időt átaludtuk, tehát játékba, nem a legjobbat nyújtottuk, második fél idő már jó volt, úgyhogy egy értékes pontot szereztünk. Ha ki tud, az lőjön volt, persze jön oda. Nyilván az első sorban az ő feladatuk. Talán agresszívnak kellett volna elő lenni, jobban kellett volna akarni gólt lőni, szerintem legalábbis. És hát ahogy mondta is, hogyha nem rugunk gólt, akkor nagyon nehéz egy egész mérkőzésen keresztül megtartani ezt a veretlenséget, ezt a koncentrációt, ezt az iramot, és hát a végére nem is sikerült megtartani azt, ami az elején volt. Úgyhogy összességében azt mondta, hogy a 0-0 és az 1 pont az egy reális eredmény.